Ha a szőlő megfelelő kondíciókkal kezdi meg a telelést, ha sokáig fennmaradhat a lombozata, akkor még az ilyen, ma már szokatlanul hidegnek számító napok sem tehetnek benne kárt, melyek január közepén köszöntek ránk, mondta el Hofbaum Tamás, az este első előadója, aki a szőlő aktuális növényvédelméről beszélt a Sárgödör téri Présház tulajdonosok egyesületének rendezvényén. A szőlő egy több ezer éves növény, tehát sok minden túlélt már. Én bízom ebben is, hogy ezeket a mínuszokat is túlélte. A kártevőket illetően pedig ez egy jó hír a termelési oldalról. Igen, erőteljesen megtizedeli azért egy ilyen erőteljes lehűlés, de nem szabad félváról venni az idei növényvédelmét sem a szőlőnek, sem semmilyen más kertészeti kultúrának, legyen az kórokozó vagy valamilyen kártevő rovarfaj. Sok az elfagyott rügy, a gyengébb tápállapotban télbe ment növényeknél okozott elsősorban károkat a kemény hideg, ahol az előző években is megfelelően biztosították a növények számára szerves és műtrágyával a tápanyag utánpótlást, és védték az ültetvényeket a kórokozóktól, ott nem lesz túl nagy probléma. Erről Keresztes Zoltán tájékoztatott a programon. Az állókultúráknak, tehát a szőlőnek és a gyümölcsnek vannak úgynevezett állórügyei, olyan vagyis alvórügyek, amelyek a kéreg alatt láthatóak, tehát ezt nem is tudjuk mi szabad szemmel nézni, viszont amikor a növényt valami kréz is éri, tehát egy ilyen fagy, ami idén télen volt, sokszor ezekből az alvórügyekből támad fel a növény, és ugye a probléma az, hogyha éveken keresztül nem látták le megfelelő tápanyaggal, akkor ezek az alvórügyek is sokkal gyengébb táperőben vannak, és nem biztos, hogy ki fog tudni hajtani a növényt. Tehát a megújuló képességet veszti el a növény egy folyamatos alacsony táplálás során, és sajnos általában ezt látom, hogy ez így szokott lenni, így valósul meg. Nádas Szilárd borász Ausztráliában és Új-Zélandon szerzett borászattal kapcsolatos tapasztalatait osztja meg az Egyesület utolsó rendezvényén a hallgatósággal. A Világ Borászata című szakmai élménybeszámolóra február 21-én 17 órára várják az érdeklődőket a Városháza földszinti kis termébe.